idiót. Sziasztok! Hogy tetszett a timelapse? Van tippetek, hogy miről fog szólni a mai vlog? Mert nekem még nincsen, mert ezt sokkal korábban vettem fel, mint amikor kimegyek. Peti, figyú, miről is fog szólni? Szlovéniában mondjuk egy kis pihenő? Vagy valaminek a tetejére menni, de mielőtt elmondom, hogy hol vagyok, egy kicsit pörgessünk vissza. Na jó, nyilván már bejöttem, hiszen itt a kamera. De ez az intro után szerintem jó kezdés. És akkor hadd mondjam el, hogy miről is fog szólni ez a mai epizód. Egyrésztről éppen nyár van, június vége, július eleje, amikor ez már kijött, akkor épp már megünnepeltem a névnapomat, és nyaralunk. De tudjátok, hogy mindig van valamilyen téma, ami egy önfejlesztés, vagy egy fontos marketinges, brandinges dolog, amit beszoktam tenni a vlogba. És ebbe is készültem egyel, ez pedig a positioning statement. Az elmúlt fél évben szerintem a legfontosabb dolog, amit másoknak tudtam adni, az a positioning statement volt. És hogyha nem tudod mi ez, vagy neked nincsen egy iszonyat király positioning statemented, akkor mindenféleképpen nézd végig ezt a videót. Ha pedig van, akkor írd be kommentbe, hogy az micsoda, és én nagyon szívesen elemzem neked. Na és akkor most jöjjön egy room tour. Van egy szép nagy teraszom, csak sajnos nem a tengerre néz. Ott a tenger, látszik! Ez teljesen tengeri kilátás, ugye? Most pedig megyünk valahova. Mégpedig ez a helyszín, és talán hallhatjátok így a háttérből, hogy valami csopog. Most itt vagyok a hotelnek a tetején, és nézzétek meg, mi van itt. Egy dolog, hogy itt van egy rooftop és egy medence, de mi van a háttérben? A tenger. Olaszul konkrétan úgy hívják, hogy Mare, az pedig a Terrazza Mare, az a neve annak a kis kiálló dolognak. Hogy mi is az a positioning statement, ezt ki fogom nektek vesézni, de most egy dologra szeretnék fókuszálni. Ez pedig először lássuk át, hogy milyen részekből is áll. Ha bármikor kommunikálunk, tudnunk kell, hogy kihez szólunk, azaz ki a mi célcsoportunk. És ha már valakihez kommunikálunk, akkor jobb esetben van egy brandünk, ami lehet egy termék vagy egy szolgáltatás, amiről ugye beszélünk. Legyen szó bármelyikről is, erről el kell tudnunk mondani, hogy mi a haszna azok számára, akinek ezt kínáljuk, tehát miért lesz nekik jó az, hogyha ezt használják vagy megveszik. Ez maga a haszon, angolul ugye benefit. Ezek után már csak két fontos lépésünk van, az egyik az, hogy mondjuk el, hogy miért csináljuk, ha úgy tetszik ez a missziónk, amiért milyen mögé az egész mögé beálltunk, amiért hiszünk a dologba, de amiről most szeretnék beszélni az az, hogy mi különböztet meg minket a célcsoportunktól. Mert ha nem tudjuk meghatározni azt, hogy mi miért vagyunk mások, mint a mi konkurenciáink, akik ezen a versenypiacon vannak, akkor nagy bajba kerülhetünk, hiszen lehet, hogy más termékét vagy szolgáltatását fogják választani, de biztosan nem fogják érteni azt, hogy miért pont minket. És erre hoztam néhány példát, amik a kedvenceim, de mielőtt azokba belekezdek, át is úszom való, és kezdek egy olyannal, amit pont itt Lignanóban láttam. Estét mentünk az étterembe a sétáló utcába, és megálltunk egy óra volt előtt. El is mondom a márkát, ott volt egy Omega poster, az egyik márka nagykövete az Omegának, hogyha nem tudnátok, George Clooney, és persze ott mosolyog, ahogy szokott valami ilyesmi pózban rajta az óra, vagy lehet, hogy ezen a kezén ugye, de mi volt aláírva? Ez az az óra, ami a Holdra ment. Innentől kezdve milyen kategória, milyen más konkurencia van? Innentől kezdve milyen konkurenciája van? Nincs a világon másik óra márka, ami a Holdon jár. Ilyen egyszerű, ezzel lehet megkülönböztetni magunkat, és hiába van ott egy nagyon híres ember, egy márka nagykövet, ezzel az egy mondattal az összes versenytársától megkülönböztette magát. Nekünk is ezt kell kitalálnunk a positioning statementtel, de hadd menjek a következő példánkra. Ez pedig egy gyors étterem lesz. Hozzáteszem, nem szeretem a gyors éttermeket, nem támogatom, hogy gyors éttermekbe menjetek, de ez a trükk, amit ez a kifejezett gyors étterem csinált, zseniális branding szempontból. Szóval a Subway-ről van szó, ami ugye egy szendvicsező étterem, és rengeteg más helyre elmehetünk,
organikus, jó minőségű alapanyagból gyártott szendvicseket kapni, vagy akár csak ha bevásárolunk a piacon, és mi magunknak csinálunk egy baromi jó szendvicset otthon, biztos, hogy jóval egészségesebb lesz annál, mint amit a Subway-nél kapnánk. De mit mond ő magáról a Subway-ről? Berakja magát egy olyan versenytárs kategóriába, ami a gyorsétteremláncok. És íme, hogy ő hogy pozícionálja magát. A legegészségesebb kaja a gyorséttermek között. Tehát, ha gyorsan és egészségeset szeretnél, sehova máshova ne menj, mint a Subway-ba. Nem azt mondja, hogy ő a legegészségesebb, nem azt mondja, hogy ővé a legfinomabb, legolcsóbb bármi, hanem egy kategóriában pozícionálta magát valahova, ahol tényleg verhetetlen. Most pedig menjünk egy a szívemhez inkább közel álló témához. Ez pedig egy cipőgyártó, konkrétan a Toms. Ez egyik legkényelmesebb cipő, ami valaha volt rajtam, imádom, szeretem, de nem ezért, meg nem azért, mert nagyon cool néz ki. Tudjátok mit? Ide most berakok néhány Toms cipőt, hanem azért, amiért az alapítója megcsinálta. Nagyon röviden a sztori. Egy amerikai srácról van szó, Argentinában nyaralt, és ahogy sétált valahol, árultak tök egyszerűen súranókat, cipőket, vett egyet pár dollárért, és nagyon kényelmes volt. Azt vette észre, hogy rengeteg gyerek ott focizik az utcán mellette, viszont rajtuk meg nincsen cipő. És amikor visszament Los Angelesbe, akkor meg hordta ugyanúgy ezt a cipőt, és többen kérdezték, hogy hol vette, milyen, és elkezdett gondolkozni, hogy mennyire tetszik ez az embereknek, ő is hogy szereti, mi lenne, ha ilyen cipőket gyártana. De hol fogja ezeket a cipőket gyártani? Értelemszerűen Argentinába, így munkákat teremt, és itt jön az egészbe a csavar. Azt mondta, hogy ha veszel egy cipőt, ami amúgy nem drága, tehát ilyen 10.000 forint körül plusz-minusz van az ára, ha veszel egy cipőt, nem egyet kapsz, hanem kettőt, és a második párat pedig Argentinában megkapja egy olyan kisgyerek, akinek nincs cipője. A szlogenjük az, hogy one for one. Mennyire durva az a pozícionálás, hogy nem csak egy nagyon cool és trendi cipő, nem hogy csak kényelmes, nem hogy csak jól néz ki, de ha veszel egyet, akkor támogatsz egy kisgyereket Argentinában, akinek végre lesz egy pár cipője. Ez az egész hovatartozás és feeling az, ahogyan a teljes cipőpiactól őt elkülönítette és egy baromi jó pozícióba helyezte, hiszen van egy márkajegye a cipőnek, és bárkin, ha látod, tudod, hogy igen, lehet, hogy ő is azért vette meg, mert szeretett volna ezzel egy közösséghez tartozni. És a pozícionálásnak pont ez a lényege. Na, visszahúztam az eredeti helyre, és ott elmondok még egy nagyon vicces sztorit. Annyira jó a víz, gyerekek, imádom meg ez az egész rooftop. Következő példánk az autóiparból van, nagyon régi, és lehet, hogy az egész amúgy hoax vagy kamu, de maga az a neten végigment, és nagyon király. Szóval történt az, hogy a BMW gratulált az Audinak azért, hogy a dél-afrikai legjobb autódíjat megkapta, de mindezt úgy írta alá, hogy az év legjobb autódíjazottja. Na, erre visszavágott az Audi, és azt mondta, hogy gratulál az év autója címért a BMW-nek aláírásba, nem tudom hány éven át tartó Le Mans autóverseny győztese. Aztán ebbe az egészbe beszállt a Subaru, és azt mondta, hogy gratulálok, gyerekek, a szépségversenyért, aláírás, az év motorja. És hogy lehet ezt máshova pozícionálni, egy következő szintre? Kijött a Bentley-től egy nagyon egyszerű reklám, ahol egy gyönyörű szép bőr, székben, fekete háttér, semmi extra, csak ül valaki, és bemutat, aláírás Bentley. Melyik sztori tetszett a legjobban? Szavazzatok itt, illetve kommentbe írjátok be, hogy mit szóltok hozzá, vagy ha van egy saját sztoritok, amit megosztanátok, vagy tetszett ilyen reklám, azt nagyon szívesen olvasnám. Most viszont én elmegyek, és egy kicsikét úszkálok, napozok, meg hát fent vár egy drón, akinek szerintem olyan helyre kell repülni, amit nektek látnotok kell, úgyhogy jöjjenek, most már szinte a szokásosnak mondható drónsátok, bírólok.